Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Vitam szerdőt, annyit. Gregor Csetinya urat, hogy mutassam be Önöknek, ha nem ismernék őt. A Lengyel Szejm Külügyi Bizottságának az elnöke. Azzal szeretném kezdeni, hogy örvendetesnek tartjuk, hogy nagyon intenzívek a magas szintű kétoldalú kapcsolatok. Közelmúltban volt alkalmunk arra, hogy elnöki, házelnöki, miniszterelnöki, külügyminiszteri találkozóknak lehessünk a tanúi, és itt volt már a legfőbb ideje, hogy a külügyi bizottság elnöke is, delegációja is ellátogasson Magyarországra. Noha nekünk azért kétoldalú találkozókra az elmúlt időszakban is több alkalommal már volt alkalmunk. Alapvetően két fogalmat szeretnék a tárgyaláson kapcsán aláhúzni. Az egyik a szolidaritás, a másik pedig Közép-Európa. Ebben a két fogalomban úgy gondolom össze lehet foglalni a tárgyalásainknak az eredményét is. Amikor a szolidaritást szót kimondom, akkor azt gondolom, hogy fontos azzal kezdenünk, hogy Csetinya úr személyesen is a szolidaritás mozgalomból jön. Mint ahogy én is a Fidesz egyik alapítójaként, úgy gondolom, hogy ez az ellenzéki múlt, ez nagyon szorosan összekapcsol bennünket. De összekapcsolja az országainkat az a szolidaritás is, ami végigkövette a magyar és a lengyel történelmet. És erre a magyar-lengyel történelmi szolidaritásra tudjuk építeni a jövőnket is. Nem véletlen, hogy a közelmúltban a lengyel és a magyar országgyűlés is elfogadta a magyar-lengyel szolidaritás évéről szóló határozatot. Jelenleg ennek a szolidaritási évnek vagyunk a kellős közepén, és ez a szolidaritási év, ez egyszerre jelenti a 60. évfordulóját a poznani, illetőleg a budapesti forradalomnak. Ezek a megemlékezések júniusban Poznanban fognak folytatódni, októberben pedig Budapesten. És nagy örömre szolgál, hogy a közjogi méltóságokon túlmenően a parlamentek is szerepet fognak vállalni ezeknek a megemlékezéseknek a lebonyolításában. Fölhívnám a figyelmüket arra, hogy egy lengyel-magyar kulturális évad is zajlik jelenleg Lengyelországban. Több tucat nagyon jelentős kulturális esemény megrendezésére kerül sor az év folyamán. És fontosnak tartjuk azt, hogy ez most ne csak ezt az évet jellemezze, hanem hozzuk létre azt az infrastruktúrát, ami lehetővé teszi, hogy a kulturális és a civil kapcsolatoknak legyen egy állandó háttere. És szeretném fölhívni a figyelmüket arra a tervre, amely már megfogalmazódott a magas szintű látogatások keretei között, egy úgynevezett felcsák alapnak a létrehozása, amely 2 millió euróból finanszírozná a nem kormányzati civil kulturális kapcsolatokat magyar-lengyel viszonylatban. Felcsák professzorról szeretném elmondani, hogy a névadója ennek az alapnak a 80-as években tanította az Ötvös Kollégiumban, illetőleg a Szakkolég mozgalomban is számos előadást tartott, és 1989-ben a Fidesz tiszteletbeli tagjává is megválasztottuk.
A másik fogalom Közép-Európa. Azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne egy magyar-lengyel együttműködéssel elmélyíteni a közép-európai kooperációt. Fontosnak tartjuk a közlekedési, az energetikai infrastruktúrának a fejlesztését. Hiszen az elmúlt 25 esztendőben erről többet beszéltünk és kevesebbet tettünk ezen a téren. Kulcsfontosságúnak tartjuk a Via Carpatica útvonalnak a megvalósítását, amely összekapcsolná Kelet-Lengyelországot Magyarországgal. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy további erőfeszítéseket tegyünk a térség energiadiverzifikációjának a megvalósításáért. Itt fölhívom a figyelmet arra, hogy júniustól megkezdi a működését a lengyelországi LNG terminál, és Magyarország tervezi, hogy egyelőre szimbolikus jelentőséggel, de vásárol a lengyel LNG terminálon keresztül gázt. És hasonlóan fontosnak tartom ennek a régiónak a fogalmának a aláhúzását az Európai Unió és a NATO vonatkozásában is. Hiszen Közép-Európa az nem az Európai Uniónak az alternatívája akar lenni. Közép-Európa az Európai Unióval összhangban van, az Európai Unió az régiókból épül föl. Mint ahogy a balti régió, az északi régió, vagy éppen a Benelux országok egy ilyen régiót képeznek. És fontosnak tartom az Európai Unió vonatkozásával, mert egy értékrendet is megjelenít Közép-Európa. És jelenleg talán a legfontosabb válság, amit az Európai Unió átél, az egy értékválság. És úgy gondolom, hogy Közép-Európának van mondani valója az Európai Unió jövőjére vonatkozóan. Mi nem a problémája vagyunk az Európai Uniónak, hanem mi a megoldás részeként tekintünk magunkra. Elnök úr, hadd adjam át a szót. Lengyel magyar Péter Borat. Chciałem powiedzieć, że się cieszę i zgadzam się ze wszystkim, o czym mówił tutaj mój przyjaciel, że Nemet. Én azt kell, hogy elmondjam önöknek, hogy nagyon örülök annak, amit elmondott itt Németh Zsolt barátom, és egyetértek. Relacje polsko-węgierskie są perfekcyjne. Nieważne kto wygrywa wybory, nasze narody są zawsze tak blisko jak zawsze. Ale rozmawiamy o problemach, o wspólnym spojrzeniu, o tym, żeby ta współpraca polsko-węgierska dawała też nowy impuls w polityce środkowej Europy, ale też Europy w ogóle. Jelen vannak, amivel Lengyelország és Magyarország, illetve Lengyel-Magyar együttműködés hozzá tud járulni ezeknek a megoldására. To jest ważne, żebyśmy ożywiali grupę wyszehradzką, żebyśmy podejmowali nowe wyzwania w relacjach, jeśli chodzi o politykę wschodnią, także też tą dalekowschodnią. Fontos, hogy tovább tudjuk élénkíteni a visegrádi együttműködést, fontos, hogy tovább tudjuk élénkíteni, illetőleg új impulzusokat tudjunk adni a keleti politikák kérdésében. Inwestycja w kanały transferów, komunikacji Via Carpatia. A Via Carpatia közlekedési, illetőleg teherszállítási, áruszállítási útvonal a kiépítésében. Formuła 16+1, czyli otwieranie się na biznes i kapitał z Chin, na nowy formula, azaz nyitás a kínai vállalkozások és a kínai tőke felé. Ale też wspólna obecność na szczycie NATO w lipcu w Warszawie i podkreślenie wagi wschodniej flanki i jej gwarancji bezpieczeństwa na przyszłość. Warszawa, júliusban sorra kerülő NATO csúcsról és ennek szerepéről a keleti végekapele, keleti fal. Wszystko to, za wszystko to czujemy się odpowiedzialni i chcemy w ramach parlamentarnej współpracy közös felelősséggel tartozunk és érzünk ezen kérdésekben, és azt szeretnénk, hogy parlamenti dimenziója is legyen ennek a felelősség. Wspierać aktywności rządowe, parlamentarne. Ilyen módon tudjuk
támogatni a kormányzati erőfeszítéseket. Ez a strony koalíció zsondobai, általános opozíció. Meg lehet ezt tenni kormányzati szerepkörben is, és meg lehet ezt tenni ellenzéki szerepkörben. Tu wszyscy czujemy tę wspólnotę historii i wspólnotę celu polsko-węgierskiego. Érzékeljük léptennyomon a történelem közösségét és a célok közösségét. To jest symboliczny rok, rok 60. rocznicy wydarzeń w Poznaniu i powstania na Węgrzech. Symbolikusan, ahogy elhangzott ez az év, a poznányi június és a budapesti október 60. évfordulója. Będziemy wspólnie z przyjaciółmi węgierskimi w Poznaniu w czerwcu, z parlamentarzystami węgierskimi i będziemy także tutaj w Poznaniu. Magyar képviselőtársaink jönnek Poznányba júniusban, és ugyanígy is érkezni fogunk parlamenti képviselők októberben. Uważamy, że jest sporo do zrobienia w tym wymiarze parlamentarnej współpracy. Az az érzésünk, hogy a parlamenti dimenzióban nagyon sokat tehetünk. Będziemy spotykać się w sposób systematyczny i stały. És systematikusan és állandóan találkozni fogunk.